Brutális hőhullámtombol. Ezen a héten évtizedek óta nem tapasztalt melegrekordokat kellett átvészelnünk, ami okkal foglalkoztatta a lakosság túlnyomó többségét. Pedig ezeken a forró napokon is tartogatott érdekességeket a belpolitika, csak úgy, mint a külpolitika. Tisztelt Országgyűlés, viszontválaszilag. A hét elején még ülésezett a parlament. Mind a kérdezőkön, mind a választ adókon érezni lehetett az egy nappal korábban megtartott időközi választások hatását. Az emberek véleménye szerint a kormánypártok 66,7%-ot a második helyen végzett, közöttük voltak DK-sok is, pedig 28%-ot kaptak, az emberek világosan elmondták a véleményüket. Táblák, plakátok, molinók is. Az időközi megmérettetések nem különösebben fontos politikai események, de ezek a mostani eredmények mutatnak valamit az elmúlt 2-3 hónap történéseiből. Egyrészt egy-két meglepetésnek számító helyszínen is meg tudott erősödni a kormányzati szavazóbázis, ami jól mutatja, hogy az ellenzék hónapok óta nem képes feltápászkodni. Viszont ez a váratlan győzelem tovább erősítette a kormányzati önbizalmat. Vissza lehet verni bármilyen friss kormányzati kritikát ezekre az eredményekre hivatkozva. Orbán Viktor mérhetetlen szerénységgel verte vissza a megduplázott fizetésére vonatkozó kérdéseket akkor, amikor kormánya határozottan visszautasította az amúgy rászoruló rétegek követeléseit. Megemeli a saját fizetését, nem 10%-kal, nem 20%-kal, nem filéreskedik, megemelte 100%-kal. Képes volt a fizetésének megduplázásáról azt állítani, hogy ez a parlament döntése. Ami a miniszterelnöki fizetést illeti, ön is tudja, hogy azt a parlament határozza meg. Amitől legfeljebb csak elfogadni tud. Másrészt mindehez azt is képes volt hozzátenni, hogy ő csak a többiek után kaphatta meg. Ő kivárta a sorát. Sor végére hagytak, ezt én helyesnek tartom, és kivártam a soromat. Mondotta mindezt kellő komolysággal, mint aki tényleg el is hiszi azt, amiről beszél. Mintha ő csak egy lenne a sorban. Hát persze. És ezt a visszafogottságot a héten más fórumokon is láthattuk. A NATO csúcs egyfajta történelmi fordulat volt. Az elfogadott dokumentumokból látszik, hogy a tagországok minden korábbinál erősebb hangnemben beszélnek Oroszországról, és Putyin ukrajnai agressziójának hosszú távú tanulságairól. Magyarországot Orbán Viktor miniszterelnök, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter képviseli a spanyol fővárosban. Ehhez képest mindezt a hazai médiumokban úgy tálalták, mintha Orbán Viktor szereplésének kulcsfontosságú jelentősége lett volna Madridban is. Annak, hogy megvédte a rezsicsökkentést, annak, hogy megerősítette az országunk békepártiságát, még akkor is, ha mindezzel egyedül maradt. Akkor is. Valamint annak a hangsúlyozása, miszerint a háború az oka az inflációnak, és ha béke lesz, akkor már nem lesz infláció. A háborús inflációnak és a fenyegető háborús gazdasági válságnak csak a béke vethet véget. Egy szóval, a madridi csúcs találkozó hazai tálalása pillanatokon belül beleolvadt a szokásos itthoni kormányzati propaganda aktuális mondandójába. S a nyomaték kedvéért mindezt a kormányfő még a szokásos pénteki rádiós monológiában is megerősítette. Egy új kormányzati kommunikációs stratégia bontakozik ki az elmúlt hetekben. Eszerint minden nehézségünk, gondunk forrása a háború, a külföld, a rosszul megfogalmazott brüsszeli és nyugati válaszok sora. Ha csak ránk lenne bízva a jövő, akkor minden nagyszerűen alakulna. Ám itt van a nyakunkon ez a háború, amelyben mi nem is szeretnénk állást foglalni, ugye? Csak azt szeretnénk, hogy legyen végre béke már. Ezzel elvileg mindenki egyet is értene. Itt csak az a kérdés, hogy mi mindent lehet a háború következményeivel megmagyarázni.
Mára Magyarország Európa egyik legbiztonságos. A kormányfő szombaton a rendőrtiszteket avató gyűlésen azt mondta, hogy hosszú és talán közvetlenül minket is érintő konfliktusokra kell felkészülnünk, olyan világra, ahol egyre egyértelműbbé válik, hogy Magyarország legkeményebb valutája a rend és a biztonság. A biztonság árfolyama folyamatosan emelkedik, a rend és a biztonság Magyarország legkeményebb valutája. Ha összevetjük ezt a mondatot a korábbi nyilatkozataival és a hadsereg fejlesztésre szánt extra milliárdok indokaival, akkor látszik, hogy a kormányfő szemei előtt egy olyan jövőkép lebeg, amiben kulcsfontosságú a rend fenntartása bármi áron. Ennek fényében új értelmet kap eltökélt ragaszkodása a rendkívüli állapothoz és a rendeleti kormányzáshoz. Maradjanak hülyek az esküjükhöz, és szolgálják erényesen Magyarországot. Elkerülhetetlen a recesszió, erről beszélt a gazdaságfejlesztési miniszter. A kormány legújabb megmondó embere az a Nagy Márton, aki a héten szokatlanul őszinte jövőképet rajzolt fel, gondosan kiválogatott hallgatósága előtt. Az előadásból ki lehetett hallani, hogy a kormányzat érdemben számol egy olyan helyzettel is, amikor a gazdasági, szociális, külpolitikai és egyéb fontos válságtényezők egy nagy krízissé állnak össze. Olyan dolgok készülődnek, ami, hát hogy is mondjam, a legfelkészültebb közgazdászoknak a tudását is próbára fogják tenni. Nagyobb méretű válsággá minden korábbinál. Ezen a héten nehéz volt jó hírt találni, ha csak azt nem, hogy az említett fórum, ahol Nagy Márton beszélt, éppenséggel egy olyan különleges káderképző intézmény, amely még azt is könnyedén elviselte, hogy az elmúlt évben sok milliárdos veszteséget termelt magának. Egy szóval, nem lesz itt mindenkinek válság.